Jó reggelt kívánok, 2024. augusztus 9-én pénteken. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ma reggel is felkelhettünk, hogy egészségesnek érezhetjük magunkat. Köszönjük azt, hogy van mit felvennünk, van mit ennünk, innunk, hogy lehet célja az életünknek, és hogy te elkészíted a munkálkodás után a pihenés idejét is. Ennek a munkahétnek az utolsó munkanapján vagyunk, és egy olyan hétvége következik, amely különleges a számunkra. Kérünk, hogy te légy velünk, akkor is, ha munkálkodunk, akkor is, ha pihenünk, te áld meg kimenésünket és bejövésünket, add, hogy áldássá legyünk mások számára, és hogy a te igéd mutasson utat nekünk. Kérünk, Szentlélek Isten, így légy közöttünk, erősítsd a mi hitünket, és vezess a te utaidon. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszt olvasom, a Zsoltárok könyvéből a 20. részt, tehát a 20. Zsoltárt. A karmesternek Dávid Zsoltára. Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról. Gondoljon sok ételáldozatodra, égő áldozatodat fogadja szívesen. Szela. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből, győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ezek a harci kocsikat, amazok a lobakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak nevét. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk. Uram, segítsd meg a királyt! Hallgass meg minket, ha hozzád kiáltunk. Amen. A 20. Zsoltárt olvastuk. Amióta így reggelente együtt vagyunk, hogy így mondjam, már a 20. alkalom, sőt több, hiszen előtte tudjuk, hogy nem is a Zsoltárok könyvével kezdtük, hanem Eszter könyvével kezdtük. Telik az idő. Ez a Zsoltár a felirata szerint könyörgés győzelemért. Azt tudjuk, hogy mindenki győztes szeretne lenni. Az tény is való, hogy az ember szeret nyerni, és nem szeret veszíteni. Azt szeretjük, hogyha győzünk. És meg kell tanulni már kicsi gyerekkorban veszíteni is, mert nem lehet mindig győzni. És amikor nem tud veszíteni egy gyerek, akkor általában jönnek a különböző dükitörések, földhöz verem magam, sírok, óbégatok, nyavaj, lehetne sorolni, hogy mi minden történik. Sokszor felnőttként is szeretnénk így viselkedni, hogy kiereszteni azt az idegességet, ami benne van az emberben, akkor, amikor veszít. Pedig a veszteségekre szükségünk van ahhoz, hogy tudjuk értékelni a győzelmet is. Annak nincs túl sok értelme, amikor van egy verseny, és utána azt mondják, hogy na most akkor mindenki győzött. Pedig van értelme. Állítólag az afrikai benszülöttek között csináltak egy olyan versenyt, hogy az, aki jelen volt európai emberként, az kitett egy kókuszdiót az egyik pálmafa alá, és azt mondta a gyerekeknek, hogy aki elsőnek eléri, aki leghamarabb ér oda, azért lesz a kókuszdió. És amikor a gyerekek elkezdtek futni, akkor az első az megállt a kókuszdió előtt, bevárta a többieket, és egyszerre együtt nyúltak a kókuszdióért. És amikor megkérdezte tőlük, hogy de miért csináltátok ezt, tehát aki elsőnek odaért, azért lehetett volna az egész kókuszdió. És azt mondták, hogy minket úgy tanítottak, hogy adjunk a másiknak is abból, ami van, és így mindannyian nyertünk. Elég nehéz megvalósítani a mai világban. Amikor a munka világába lépve, majd elmentek egy állásinterjúra, és győzni szeretnétek, hogy titeket vegyenek fel. Vagy amikor helyt kell állni, és be kell bizonyítani, hogy én jobb vagyok, mint a másik. Az igazság az, hogy aki győzni akar, annak elég önmagánál jobbnak lenni. A legnehezebb, de a legszebb győzelem, amikor önmagunk felett tudunk győzelmet aratni. Amikor nem lenne kedvem, de mégis felkelek, pedig péntek van.
Amikor nem szeretném már csinálni ezt a munkát, de folytatom tovább, mert tudom, hogy ez a feladatom. Állítólag a munka az, amikor csinálok valamit, de már nem esik jól. Amíg jól esik, addig szórakozás. Amikor már nem esik jól, na onnantól kezdve válik munkává. Amikor Dávid győzelemért könyörög, akkor olyan dolgokat sorol itt fel, amit azt gondolom, hogy nyugodtan lehetne akár születésnapra, vagy valamilyen alkalomra, de akár csak hétköznap is kívánni a másik embernek. Milyen szép az, amikor azt mondja, hogy adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Vajon tudunk-e a másiknak győzelmet kívánni? Hogy a másik is elérje a céljait. Ne csak az legyen, hogy én, hanem hogy a másiknak is jó legyen. Persze Isten nem automata, hogy felt bedobom az imádságot, és lent meg kijön a kóla, ugye? Tehát nem így működik. Noha kívánni lehet, és kérni is lehet, hogy adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Miért? Jó az, ha megadja a szívünk vágyát. Attól tartok, nem minden esetben. Talán emlékszünk még rá, amikor valaki feltette azt a kérdést, hogy milyen lenne az, hogyha lenne egy olyan gomb, amit ha megnyomsz, akkor valaki következmények nélkül eltűnne ebből a földi életből. Szerintem mindannyian használtuk volna már ezt a gombot, ha arra gondolunk, hogy szeretnénk, hogy valaki egyszer csak úgy hirtelen eltűnjön minden következmények nélkül, mintha soha nem is lett volna. Amikor győzni akar az ember, nem mindegy, milyen eszközöket használ. És itt akár a hidegháború, akár a most kiélesedő háború kapcsán, jó, hogyha meglátjuk, hogy ezt mondja a Zsoltáros, hogy ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét. Ha ma írná Dávid ezt a Zsoltárt, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy az egyik az F-16-osokat emlegeti, a másik a nukleáris bombát, mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek a nevét. Abban a korban a legerősebb harci fegyverek a lovak és a harci szekerek voltak. A mai korban is jó, ha tudjuk, hogy na, a háborúk vannak, de Isten kezébe tartja még mindig a dolgokat. Nem mindig értjük azt, hogy mit miért enged meg, de szabad is lehet rá hagyatkoznunk, mert akkor valóra válik ez is, hogy akkor örvendezünk győzelmednek, zászlót emelünk Istenünk nevében, teljesítse az Úr minden kérésedet. Azt kívánom, hogy azokat a kéréseinket teljesítse Isten, amelyek szerinte valóak. Az Úr Jézus is ezt mondja el, amikor azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ő ott jelen van, és ha mindenben egyet értenek, akkor megadja nekik Isten, amit kérnek. De csak akkor, ha ez szerinte való. Tudjunk úgy kérni, olyat kérni, ami Isten szerint való a hétvégén is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy ígéretként megragadhatjuk a te igédet. Hogy te igenis megadott szívünk vágyát, és teljesíted mindazokat a kéréseinket, amelyek tőled valóak. Így kérünk tőled áldást, így kérünk tőled életcélt, elhívást. Így kérünk tőled egészséget, szeretetet, örömöt, békességet. Olyan sokáig tudnánk sorolni, hogy mi mindent kérünk tőled. Hadd köszönjük meg, hogy te felkínálod nekünk mindazokat a dolgokat, amelyeket itt földön pénzért vagy más egyébért nem lehet beszerezni, megvásárolni, mert az igazán fontos és jó dolgok csak is tőled jönnek. Kérünk, Urunk, a te mennyei tárházad kincseivel ajándékozz meg bennünket a mai napon is. Adj áldott találkozásokat. Vigyázz, kérünk, az útrakelőkre, és add, hogy épségben és egészségben megérkezzenek. Köszönjük neked a meghallgatott imákat és megőrzött életeket, akár utazás, akár betegség tekintetébe. De hadd hozzuk újra eléd a betegeket. Kérünk, te adj nekik teljes gyógyulást és felépülést. Urunk, szüntesd meg a háborúkat, mert noha mások a különböző fegyvereket emlegetik, mi tudjuk, hogy a mi győzelmünk a te háromszor szent nevedben van, az Úr Jézus Krisztus által, akinek a neve azt jelenti, szabadító felkent. Úr Jézus, szabadíts meg, kérünk, minket a bűntől, a gonosztól, szabadíts fel a te szereteteddel való érésre. Így áld meg, kérünk, a mai napunkat, egész hétvégénket,
és legyen meg mindenben a Te akaratod. Ámen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Krisztus Jézust. Amen. Áldott napot és áldott hétvégét mindenkinek!